tulajdonképpen a saját lehajtónkat, ami tulajdonképpen saját pénzből épült meg, és elfogadott, közút által elfogadott lehajtó-kihajtó volt, ebből a lehajtót elvették, és ezáltal lehetetlen helyzetbe hozták ennek a magánparkolónak a megközelítését. Itt van tulajdonképpen ez a magánparkoló, ilyen 15 főnyi autó azaz, ami elférne itt, csak az árok miatt nem tudnak átjönni. Ide jöttek az építőmunkások, a kivitelezők, és tulajdonképpen azt hagyták utoljára, hogy a lehajtót elvették. Körülbelül azt lehet mondani, amióta ez az egész bicikli út történet tart, vagy már most már ugye vége van a bicikli út építésnek, tulajdonképpen egyharmadára esett vissza a bevételünk és a vendégforgalmunk. Tulajdonképpen a bicikli út építése alatt fél évig tulajdonképpen nulla forinttal működtünk, mert egy-kettő vendég mert megállni. Azt mondták, hogyha megterveztetem, tulajdonképpen akkor lehet újra lejárom. De én úgy gondolom, hogy ez nem korrekt. Amikor én egyszer már megcsináltam egy saját lejárót, akkor azt miért kellett elvenni, vagy miért nem lehetett fenntartani? Miért fordulhatott az elő, hogy Magyarországon egy autós csárda megközelíthetetlené vált? Tehát lehetetlen helyzetbe hoztak. A nagykörösi önkormányzat teljes mértékben nagy a csend, nem mondanak semmit. Tehát egy 7-8 hónappal ezelőtti beszélgetés ugye az, hogy terveztessem meg én saját pénzemből. Próbáltam a ceglédi Földi László országgyűlési képviselőhöz időpontot kérni, hogy próbáljon foglalkozni a problémámmal. Szeptemberrel kaptam jó időpontot, tulajdonképpen elengedtem a történetet. A tervezővel beszéltem, ő olyan 500 000 forint maga a tervezése. És plusz az engedélyeztetés és a megcsinálás szerintem 1,5 millió forint körülbelül az a költség, ami tulajdonképpen mi nem bírunk kigazdálkodni, mert mi már egyszer megfizettük ezt a pénzt. Már most már gondot okoz kifizetni a nagykörösi önkormányzatnak az építményadót. Tehát ezeket azt lehet mondani, hogy nem is tudom, hogy fogjuk kifizetni. Mert nem tudunk termelni annyit, hogy a költségeinket fedezni tudjuk. Tulajdonképpen ugyanúgy ezen a helyen ezt meg lehetne mindenféle probléma nélkül valósítani, úgy, ahogy az előző itt volt. Jelenleg a saját kapubejáromba tudunk parkolni, ami kihajtó volt, és azt meghagyták. És tehát a kamionos forgalom és a buszos forgalom az tulajdonképpen teljesen lehetetlenné vált. Hogy megállt egy honvédségi busz, és mondjuk bejöttek 30 darab kávét meginni, ezeket a vendégeket elvesztettem teljes mértékben. Biciklisek jönnek üdítőzni, esetleg fagyizni. Hát ugye az ennivaló, ők mindig bennek, sietnek tovább, csak egy húsítőre bejönnek esetleg, és tovább állnak. Lakosságot kértük föl a segítségül, hogy Nagykörös, Nyársapát, Ceglédi lakosok írják alá petícióként, hogy ezt a lejárót kapjuk vissza valahogy oly mértékben, hogy tudjunk üzemelni normálisan, szabályosan. Olyan autóval lehet ezt megközelíteni, ami át tud repülni az árkon. Helikopterrel esetleg, vagy repülővel, de mivel leszállópálya nincs így, ez ki van csukva.